Köszöntöm a nézőket, átalakult a Székesfehérvári Szakképzési Centrum vezetősége, és néhány intézményének élére is új igazgató került. A köztérben az új vezetőkről tájékozódhatnak, tartsanak velünk! Új nevet kaptak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum intézményei, mostantól szakgimnáziumok helyett technikumok, illetve szakközépiskolák helyett szakképző iskolák néven említjük a szervezet tagintézményeit. A változtatások sora ezzel nem állt meg, elengedhetetlen ugyanis, hogy a névváltoztatással együtt gondolkodásban, hozzáállásban és szakmai önállóságban megfelelő vezetők lépjenek az egyes intézmények élére. A szakképzési centrum élén is történtek változások, Dominó Csaba eddigi kancellár nyugdíjba vonul, és tanácsadó kancellárként folytatja munkáját. Igazán szerencsés embernek vallhatom magamat, mert közel 40 éve dolgozom a szakképzésben, és a szakképzés valamennyi megújításában részt vettem. Az első, amire emlékszem, a Világbanki Program 1-2, ahol elkezdtük a szakképzéshez kapcsolódó közismereti tárgyaknak a megújítását, utána jött a szakmai képzés megújítása, a szakmai programokat egy munkakör elemzési folyamatban, egy SKID folyamattal tettük meg, és hát utána jött a TISZK projekt, ott is projektvezetőként vettem részt, majd jöttek a szakképzési centrumok koncepciója, ami én szerintem nagyon újszerű, és az gazdaságipar szempontjából praktikus. Ugye sokáig a szakképzés és az ipar két vágányon futott, most mivel beintegrálódik a gazdaság a szakképzésbe, ezért egy közös vágányon futunk, és nagy lehetőségeket jelentenek az ágazati képzőközpontok létrehozása, és ez a szakképzés 4.0, az ipar 4.0-ához kapcsolódóan egy olyan hatalmas lehetőséget jelent, hogy gazdaságosan, eredményesen és új módszertannal lehet a szakképzést megújítani. Úgyhogy boldog vagyok ehhez, hogy asszisztálhattam. Hát sajnos az élet az úgy alakult, hogy másképp kell gondolkodnom. Megtisztelő, hogy kancellárasszony felkér tanácsadónak, és így tovább támogathatom a koncepciót, ami tulajdonképpen az életutam. Úgyhogy ez nagyon megtisztelő számomra, és köszönöm a szakképzési centrumnak, és természetesen a minisztériumnak is, hogy egyet tudtunk ebbe érteni. Kancellárként eddig milyen feladatokat kellett ellátni, és tanácsadó kancellárként mi lesz a küldetés és a feladat? Ugye kancellárként, hát ez egy nagyon emberpróbáló feladat, ugye akkor indultunk a kancellára, a rendszer működtetésére, a gazdasági működtetésére, optimális működésért felelt. Nagyon érdekes volt, több mint 1,5 évig csináltam ezt. Én azt mondhatom, hogy az ország az egyik legeredményesebb szakképzési centrumban tudtam ezt a munkát végezni. Tanácsadóként az a csodálatos, hogy tulajdonképpen azt tehetem, aminél a felelősség már sokkal kisebb, elengedhetem az elképzeléseimet, nincsenek anyagi határok, mert az a kancellár feladata lesz a pénzt megkeresni ehhez, tehát ez egy nagyon csábító feladat, és mindenkinek kívánom, hogy a pályafutását tulajdonképpen így koronázza meg. A korábbi főigazgató Kulcsár Szilvia lesz Dominó Csaba utódja a kancellári székben. 2013 óta dolgoztam a szakképzésben, az Árpád szakképzésben kezdtem informatika tanárként, ott dolgoztam 2013-ig, de úgy, hogy addigra már igazgatóhelyettesi feladatokat is láttam el. 13-ban átkerültem a Klikbe, így megismertem a fenntartói oldalt, hogy hogyan működik ez a terület is. Utána pedig, amikor 15-ben megalakulnak a centrumok, megalakultak, akkor én főigazgatóként kerültem a Fehérvári Centrum élére. Azóta a főigazgatói feladatokat láttam el, és ezek a feladatok nagyon nagy segítségemre lesznek abban, hogy most a kancellári oldalról, a működtetés oldaláról elkövetkező feladataimat úgy tudjam ellátni, hogy ismerem a másik oldalt is idézőjelben. Tehát mind a szakmai, mind a fenntartói feladatoknak a üzemeltetői működtető feladatait is így látom. Ezért azt gondolom, hogy szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy eddigi munkám az segíteni tudja a következő időszakban bekövetkező feladataimat. Abban is nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan kollégáim vannak, akikkel hosszú évek óta dolgozunk együtt. Vagy így, vagy úgy. Főigazgató asszony, aki most majd a helyen belép, ő szintén szakképzőiskola éléről jön, tehát ő ugyanígy látja az iskolai oldalt, és most meg fogja tapasztalni a fenntartói oldalt. Nagyon fontosnak tartom ezt a típusú együttműködést, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy úgy tudjunk átlépni egyik feladatból a másikba, hogy segíteni tudjuk a másik kolléga munkáját. Nagyon jelentős az az összetartás, ami a mi centrumunkban az iskoláink között van, mind szakmai területen, mind egyéb területen.
az, akár az erőforrás megosztás tekintetében úgy tudnak az iskoláink együttműködni, hogy nekünk igazából csak koordinálni kell a feladatokat, és ez nagyon fontos a biztonságos háttér kialakítása miatt, hiszen nekem most ez lesz a feladatom. A szakmai megújulás biztonságos anyagi fedezetét és hátterét kell megteremtenem. Ez egy kicsit újdonság lesz, hiszen a pénzügyi oldalon én még nem dolgoztam, de van egy nagyon-nagyon jó háttércsapat a centrumban, egy nagyon jó gazdasági vezető, aki maximálisan tudja segíteni a munkámat, és teljes mértékben tudunk számítani egymásra. Infrastruktúra az intézményeinkben, hát mivel különböző korúak az iskoláink, ezért különböző módon használódtak és különböző mértékben használódtak. Az elmúlt évek során nagyon sok fejlesztést meg tudtunk már valósítani, valamit pályázatban, valamit önerőből, jelenleg is zajlanak ilyen fejlesztések. Most éppen a Széchenyi iskola udvarán készül egy digitális alkotóműhely, amelyet szeptember hónapban szeretnénk átadni, teljesen új eszközrendszerrel, ami segíti majd az általános iskolások pályaválasztását, hiszen bejöhetnek, kipróbálhatják, hogy ki milyen szakmával lesz esetleg érdekelt, de ugyanakkor azok az iskoláink, akiknek nincs minden eszköz a birtokában, ők is bejöhetnek akár egy ilyen gyakorlatra, vagy egy rövid személyzet oktatásra, hiszen ott nem gyártósori berendezések lesznek, hanem ilyen modulok, illetve modell eszközök, de magát a folyamatot ezeken is lehet szimulálni. Ugyanakkor a Genop 6-1-10 pályázatnak is részese vagyunk, amelynek keretében várhatóan egy gyártósori szimulátort tudunk az idén beállítani majd a képzésbe, ami viszont azt jelenti, hogy valódi, igazi termelő kapacitása is lesz már a centrumnak gépészet területén, gépészet, illetve mechatronika területén. Azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések alapvetően meghatározzák az iskolák szakmai munkáját, hiszen megismerhetik iskolai körülmények között már azokat a gépeket, eszközöket, amelyeket majd a munkaerőpiacon is fognak látni és tapasztalni. A főigazgatói pozíciót Szépné Holzer Piroska, a Vörösmarty Mihály Technikum eddigi igazgatója tölti be. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vörösmarty Mihály Technikumában igazgatóként dolgoztam az elmúlt 4 évben, amely nagyon sok szép feladatot jelentett számomra, hiszen nagyon sok változás történt már akkor is a szakképzésben. Ezeket próbáltuk közösen nagyon jól megoldani, mindenkinek a megelégedésére. A kollégáimmal együtt, illetve a vezetőtársaimmal együtt, és a szakképzési centrum vezetésével azt hiszem, hogy nagyon szép eredményeket tudtunk elérni az elmúlt évek alatt. Egy nagyon szép labor készült el, amely ma is szolgálja azokat az asztalos diákokat, akik szeretnének magas szinten tanulni és gyakorolni a szakmájukat. Nagyon sok olyan vállalattal, céggel kötöttünk megállapodást, amely segítette a munkánkat, illetve segítette a diákoknak a gyakorlati képzését. Ez nagyon fontos volt, hiszen azokat az új technológiákat, azokat az új eszközöket ezen keresztül tudták megismerni, és ahhoz, hogy egy modern, korszerű szakképzést tudjunk nyújtani, ez nagyon fontos volt. Most pedig egy új feladat vár rám, hiszen főigazgatóként nem csak a saját intézményemben kell ezekre az új dolgokra figyelnem, hanem a 11 másik intézményre is, úgyhogy bizakodva várom, hogy az új szakképzés, az új szakképzésnek az átalakítása, ahogy már mondtam az előbb is, nagyon sok pozitív változást hozott, és bízom abban, hogy az iskoláink ennek a sok pozitív változásnak az előnyeit a diákok, a város, a cégek felé tudják biztosítani. Az eddigiekben betöltött pozíció, igazgatói pozíció mennyiben segíti a mostani főigazgatóit, és mi lesz így a szakmai küldetés a jövőben? Nagyon sokat segít a mostani munkámban, vagy a leendő munkámban az, hogy igazgatóként dolgoztam az elmúlt 4 év alatt, hiszen azok a szakmai változások, amelyek most következnek, ezek természetesen már az elmúlt években is meghatározóak voltak. Az, hogy projektalapú oktatás, hogy projektalapú vizsgáztatás lesz, ez nem annyira újdonság, hiszen csináltunk már ilyeneket. Egy picit másképpen sokkal többet kell ezeket használnunk.
Én bízom abban, hogy a kollégák felkészültek, és jól fogják mindezt megvalósítani. A Széchenyi István műszaki technikum élén eddig is Horváth Lajos Zoltán állt, azonban most már nem megbízott igazgatója az intézménynek. 2009 óta vagyok a Széchenyiben, tehát a tanári pályát azt ott kezdtem. Majd gyakorlatilag hamar fontossá vált számomra, hogy kicsit megújítsuk az oktatást. Alapbeállításban biológia-kémia szakos vagyok, és angol nyelven kémiát jöttem oktatni a Széchenyibe. Egyébként mai napig most már műszaki kémiát tanítok angolul. És gyakorlatilag a digitális oktatást már akkor elkezdtük 11 éve, ami ugye most már a magaslatok ígér, de gyakorlatilag 2012-ben ennek az innovációs mániának köszönhetően az akkori igazgatónk felkért, hogy a természettudományi munkaközösséget vezessem, és innentől kezdve pedig megpróbáltunk bevezetni minden olyan újítást, ami csak létezik akár a műszaki területeken, meg a természettudományok területén is. Országos versenyt szerveztünk, aminek nagyon jó visszhangja lett. Majd ugye 2016-ban jött egy változás, hogy az akkori rendszer, a szakgimnáziumi rendszer váltotta, és ekkor egy kicsit módosult a tantárgyaknak a struktúrája, és a természettudományok ilyen összevont komplex természettudomány néven futottak tovább, és ennek köszönhetően a verseny is elapadt, de a lelkesedésük nem annyira. És 2015-ben volt még egy fontos változás, hogy visszamegyek egy évet az előző mondatomhoz képest, akkor pedig Dominó Csaba, most éppen kancellári tanácsadó úr, mint igazgató felkért arra, hogy az operatív igazgató helyettesi feladatokat lássam az iskolában. Ez gyakorlatilag a mindennapi élet szervezése volt, a innovációk, fejlesztések és a szervezési feladatok tartoztak hozzám. És amikor igazgató úr kancellári kinevezést kapott 19 márciusában, akkor pedig főigazgató asszony engem bízott meg a Széchenyi vezetésével, és most pedig gyakorlatilag én annyi eltérésem van az előző másik kettő igazgatóhoz képest, hogy ők igazgatóként és vezetőségként gyakorlatilag most lépnek be a rendszerbe. Viszont én ugye előtte 4,5 évig, most meg másfél éve már igazgatóként tevékenykedem, tehát gyakorlatilag nekem folytatnom kell azt az utat, amit elkezdtünk, bár azért hozzáteszem, hogy a iskola 80 éves volt a tavalyi tanévben. Ugye a Covid járványnak köszönhetően nem sikerült lezárnunk úgy a jubileumi évet, mint szerettük volna. Viszont a 80 év alatt abban a megtiszteltetésben van részt, hogy egy teljes törvényi változást kell átvinnem, egy közalkalmazottságot, ugye megszűnt a közalkalmazotti jogviszonyunk, munkatörvénykönyv alá tartozik az iskola, tehát ezen kell átvinnem az iskolát, jött egy Covid vírus, úgyhogy gyakorlatilag nem volt túlságosan kedvező az a másfél év ilyen szempontból. Viszont a szakképzési törvény, ami most kerül bevezetésre, egy óriási lehetőség az intézmények, illetve az egész ország életében. Eddig az volt a tapasztalat, hogy a szakképzési törvényt mindig módosították néhány ponton, arról előbb-utóbb bebizonyosodott, hogy mégsem volt akkora jó ötlet az a változtatás, vagy generált egy újabb problémát. Most viszont a törvényalkotók egy teljesen új törvényt alkottak az ipar igényeinek megfelelően. Ugye volt az ipar 4.0, amit követett a szakképzés 4.0, és majd a szakképzési törvény, ami alapjaiban megváltoztatja a rendszert, és olyan lehetőséget biztosít számunkra is, és az ipar számára is, hogy azt a középvezetői réteget, ami már nagyon régóta hiányzik, azt ki tudjuk nevelni. Ez mi esetünkben ugye, mi Fehérvár iparát elég jól lefedjük ezzel az informatika, elektronika, gépészet vonallal, és szoros együttműködésünk lesz a cégekkel, hiszen duális képzésben kiküldjük a tanulókat. Ennek köszönhetően a nálunk végzettek, ugye 5 éves a képzés, a nálunk végzettek 5. év végén okleveles technikusi papírt kaphatnak, amivel egyrészt könnyebb lesz bejutniuk egyetemre, másrészt meg önállóan képesek ezzel a végzettséggel is olyan pozíciókat betölteni, olyan tudás birtokába kerülnek, amivel olyan feladatokat el tudnak végezni, amit eddig akár csak mérnökök tudtak, tehát önálló feladatokat tudnak rájuk bízni, és ezzel reményeink szerint visszakerül az a középvezetői réteg a cégek életében, ami most elég nagy hiányt jelent. Maga a Széchenyiben számos fejlesztés kezd kibontakozódni. Most egy kreatív és innovációs laboratóriumot fogunk felavatni az ősz folyamán. Ebben a laborban a háromdimenziós technológiás gyártástervezést fogjuk erőltetni, illetve különböző ilyen gyártósori szimulációkkal fogunk foglalkozni, illetve be fogjuk üzemelni a már eddig is működő robotika laborunkat, ami az ipari robotokat modellezi. Nagyon fontos a projekt alapú oktatásnak a bevezetése a rendszerben, erre olyan projekteket dolgoztunk ki, amik végigvisznek az 5 éves képzés alatt, vagy végigviszik a tanulóinkat az 5 éves képzés alatt,
Ezt úgy kell elképzelni, hogy kitalálunk egy projektet, akár mondjuk egy okos autó modell tervezését, és ezt az ágazatainkban tanuló tanulók összedolgozásával fogjuk megvalósítani. Tehát bele fognak szólni a gépészek, akár az alkatrészek összeállításában, az elektronikások az, hogy hogy működjön, az informatikások pedig, hogy hogy legyen beprogramozva, és így az egész iskola együtt tud dolgozni, illetve képesek leszünk arra is, hogy más iskolákkal is együtt működjünk. A Váci Mihály Technikum szakképző iskola és kollégium élére Németné Erki Tímea került, aki 3 évet dolgozott a szakképzési centrumnál szakmai főigazgató helyettesként. A pedagógusi pályámat 2003-ban kezdtem, egy velencei gyógypedagógiai intézményben dolgoztam, mint gépészmérnök, mérnök tanár és mint gyógypedagógus. Onnan kerültem át a Klik Székesfehérvári tankerületéhez, egy kis nemzeti szakképzési felnőttképzési hivatalos kitérő után, amikor megalapult a szakképzési centrumok, akkor én Kulcsár Szilvia, akkor még főigazgató asszonnyal együtt kezdtem meg a szakképzési centrumban a munkát, mint szakmai főigazgató helyettes, és 1 éve dolgozom a Váciban, és augusztusról van szerencsém betölteni, augusztus 1-től az igazgatói pozíciót ebben az intézményben. Igazgatóként mi lesz a kihívás és a szakmai küldetés a jövőre nézve? A legnagyobb kihívás most a szakképzésben a változásoknak való megfelelés. Azt gondolom, hogy minden tagintézményre ez vonatkozik leginkább, ez a legnagyobb feladat, hogy átálljunk egy új gondolkodásmódra, egy új oktatási formára, a projektoktatásra, illetve föl tudjuk készíteni a tanulóinkat az ágazati alapoktatás követelményeire. A mi intézményünkben hagyományosan 2 ágazatban folyik a képzés, a gépészet, és hát régen közlekedés gépésznek hívták, most specializált gép- és járműgyártás, tehát az autós szakmák azok, amelyek az iskolánkban jelen vannak, és a változásnak megfelelően igyekeztünk úgy a képzési palettát összeállítani, hogy a rendszer által előírt követelmény és az átjárhatóság, ez nálunk is biztosított legyen, a technikumból a szakképzőiskolák felé is, illetve ágazaton belül is tudjunk olyan kínálatot nyújtani, hogyha valakinek a technikumi képzés egy kicsit nehezebb, akkor vissza tudjon lépni a szakképzőiskolába, vagy fordítva egy jó képességű szakképzőiskolai tanuló akár a technikumban tudja folytatni az ágazati alapvizsga után a tanulmányait. Ez az ágazati alapvizsga egyébként egy egységes, tehát a mi intézményünkben minden belépő új tanuló ugyanazt a tartalmat fogja tanulni, ugyanúgy a gépészet és az elektronika vagy a villamosság terén fog ismereteket elsajátítani, és ez olyan szempontból szerencsés, hogy 1, illetve 2 év után, mivel azonos ismeretekkel rendelkeznek, a tanulónak nagyobb a választási lehetősége, hogyha esetleg mégis pályát módosítania vagy szakmát módosítana, akkor legyen arra lehetősége, hogy akár egy másik osztályba, egy másik szakmán folytassa a tanulmányait. A Jáki József Technikum új igazgatója Oroszné Stefánkó Éva lett, aki eddig is oszlopos tagja volt az intézménynek. Én magyar történelem szakos tanárként végeztem Szegeden. Aztán egy másik intézménytípusban tanítottam, mielőtt a Jákiba kerültem volna, de 2004 óta itt dolgozom, és magyart és történelmet tanítok az intézményben, aztán munkaközösségvezető lettem. Később, amikor 4 intézményt összevontak már, még a centrum előtt, akkor annak az intézménynek volt a munkaközösségvezetője egy darabig. Majd aztán itt igazgatóhelyettesként dolgoztam 1 évig, és idéntől lettem igazgató. A terveink azok nagyon nagyszabásúak. Egyrészt megőriznénk a hagyományokat. A Jákinak a magas és mély építésben vannak nagy hagyományai, illetve a vasútépítésben. Erre alapozzuk a későbbi fejlesztéseket is. Emellé most már becsatlakozott az informatika képzés és a földmérő képzés is, valamint a rendészképzés is, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a hagyományainkat fejlesztve most már magas mélyépítés és földmérő képzés is van az iskolánkban, ilyet az egész országban nem tudnak még mutatni, úgyhogy megpróbálunk ezzel egy kicsit fejlődni. A legközelebbi terveink közé tartozik, hogy a földmérőknek a digitális képzését megerősítsük. Ehhez kapcsolódóan most épül egy új digitális földmérőterem az iskolánkban. Nagyon komoly beruházással, 10 millió forinttal indultunk. De nem csak a földmérők fogják használni, hanem azok a technikusok is, akiknek nagyon komoly informatikai háttérre van arra szükség, ahhoz szükségük, hogy például záró dolgozatokat elkészítsék, például magasépítők,
vagy az útépítők, úgyhogy ez a terem nagyon kihasznált lesz. Nagyon fontos egyébként, mert nálunk elméletigényes technikus képzés folyik, és ezeknél az elméletigényes tantárgyaknál most már alap a digitális képzés. Megpróbáljuk ezt erősíteni, és úgy kiengedni őket az iparba, hogy meg tudjanak felelni az új kihívásoknak, ismerjék azokat az új programokat, amikkel nekik dolgozni kell. Ugyanis az iparban közben óriási változások zajlanak technológiailag, és nekünk ezt követni kell. És most éppen nagy változások zajlanak a szakképzésben is. Egészen átalakítjuk a technikus képzést, új rendszer szerint fognak tanulni a diákok. Az iskola neve is megváltozott, Jáki József Technikum lett. A kilencedikeseink már 5 éves képzésbe jelentkeznek hozzánk. Egyszerre fognak érettségi bizonyítványt és technikusi bizonyítványt is kapni. És az iparral még szorosabbra fogjuk fonni a kapcsolatainkat, pont ezért, hogy azokat a új technológiákat már tanulás közben megismerjék, amivel később dolgozni kellene. Úgyhogy előttünk áll a nagy feladat, hogy minél több céggel építsünk ki minél szorosabb kapcsolatokat a diákok érdekében. A Jákinak egyébként mindig is nagyon szoros kapcsolatai voltak az építőipari cégekkel. Ezt remélem, hogy sikerül továbbra is megőrizni, és akkor így a gyerekeknek a képzését tudjuk biztosítani. Emellé az új képzéseinket se felejtjük el, ugye? Itt vannak az informatikusaink is, és a rendészeink is, akiknek szintén elég elméletigényes képzést tudunk biztosítani. A másik fontos dolog, ami ugye ránk vár, hogy az iskolánk most 70 éves lett, idén ezt megünnepeljük, nagyon reméljük, hogy a járvány nem fog közbeszólni, és akkor méltóképpen megemlékezhetünk erről. Ilyenkor nagyon sok régi tanítványunk jön vissza hozzánk, és hát szeretnénk őket is meghívni, szeretnénk a cégeket is meghívni erre, hogy megmutassuk, hogy itt milyen színvonalas képzés folyik. Mészáros Attila alpolgármester megköszönte a szakképzési centrum vezetőinek és dolgozóinak eddigi és jövőbeni munkáját. Kiemelte, fontos az iskolák és az önkormányzat által fenntartott intézmények közötti jó együttműködés. Nagyon sok változás történt az elmúlt években is már a szakképzés intézményében. Azt gondolom, hogy ez természetes abból kifolyólag, hogy az ipar folyamatosan fejlődik, változik, és ehhez az intézményrendszernek is folyamatosan fejlődnie, változnia kell. Most egy nagyon nagy lépést tesz a szakképzés rendszere e tekintetben, hiszen a szakképzés 4.0 rendszere elindult, és nem csak abban lesz változás, hogy az intézmények falán új nevek lesznek, hogy az eddigi szakgimnáziumokból technikumok lesznek, a szakképző vagy szakközépiskolákból pedig szakképző iskolák, hanem ennek komoly beltartalma is van, akár a vizsgáztatás kapcsán, akár az egyéb tanulmányi rendszerek tekintetében még gyakorlatorientáltabb tud lenni, projektmunkák is előtérbe kerülhetnek ennek a változásnak köszönhetően, de azt gondolom, hogy ez fontos, hogy mindig az ipar igényeit le tudja követni a szakképzés, ebben is nagy lépést teszünk. És a személyi változások is történnek ezekben a hetekben, napokban az intézmények élén. Több új igazgató kerül a szakképzési centrum intézményének az élére, nyilván a központban is lesznek változások. Én az eddigi főigazgatóasszonynak köszönöm munkáját, és a kancellári munkájához nagyon jó egészséget és kitartást kívánok. Az új főigazgatóasszonynak pedig jó munkát és köszönet azért, hogy a Vörösmarty Szakképző Intézmény ilyen komoly változást indított el az elmúlt években, és hát kancellár úrnak pedig köszönjük szépen a város nevében nem csak a kancellári munkáját, hanem a korábbi intézmény vezetői, illetve iskola igazgató helyettesi munkáját is, hiszen nagyon-nagyon sokat tett Dominó Csaba a Széchenyi intézményért, és hát nyilván ezen keresztül az egész a városért. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki az elmúlt években, mármint nem fenntartó, hanem együttműködő partner a város, illetve a szakképzési centrum között. Azt gondolom, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy példaértékű is ez az együttműködés, hiszen azért sokszor halljuk különböző más városokból, hogy azért nem felhőtlen a viszony. Itt azt gondolom, hogy nagyon példaértékű az együttműködés, ezt kell még jobban elmélyítenünk és segítenünk egymás munkáját. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy az elmúlt években is már elindult a város tulajdonában lévő cégekkel egy együttműködés, ezt most tovább tudjuk fejleszteni, akár a fehérvíz tekintetében,
a szakember képzés irányában. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezek nagyon előremutató és hasznos együttműködések lesznek, és hát természetesen állunk bármiben a megújult vezetés rendelkezésére, hogy a szakképzés az tovább erősödjön. És hát nagyon-nagyon fontos feladatunk most a következő napokban, hogy vigyázzunk egymásra, és mindent alárendeljünk annak érdekében, hogy szeptember 1-én a tanév az rendben elinduljon az intézményekben. Ehhez pedig tényleg az kell, hogy figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymáson, ne induljon el a járvány itt Magyarországon és Székesfehérváron sem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk, hogy szeptember 1-én rendben elinduljon a tanév. További komoly változás a szakképzésben, hogy új vizsgáztatási rendszert vezetnek be legkésőbb 2025-ig. Kedves nézőink, az elmúlt mintegy 25 percben a Székesfehérvári Szakképzési Centrum új vezetőségét és néhány intézményének új igazgatóját ismerhették meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!